Om Namah Shivaya. Én Herceg Marian Prémadászi vagyok, Sivananda Jóga Központban dolgozom oktatási referensként, és azt a feladatot kaptam most, hogy beszéljek arról, mit jelent számomra a jóga, hogyan érkezett az életembe, és milyen erőforrás nyújt nekem. Amikor ezt először hallottam, azt gondoltam, hogy ez egy könnyű feladat lesz, csak amikor leültem átgondolni, hogy mit is tudok mondani pár percben arról, ami az életem velejét adja, jöttem rá, hogy ez nem is olyan könnyű feladat. Az életem velejét adja, mert vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy egy olyan nagymama közelségében nőhettem fel, akinek az egész élete és a gondolkodása példa és vezérfonala már egész kiskorom óta. Általa a jóga bizonyos alapjai már egészen korán a létezésem részét képezték. A nyugati ember számára értelmezett jogával, ami általában a testgyakorlást jelenti, és számomra is azt jelentette, akkor még 2008-ban találkoztam, amikor elvégeztem egy Sivananda alaptanfolyamot, ami magával ragadott. 2015-ben végeztem el a jogaoktatói alapképzést, majd rá egy évre csatlakoztam a Jóga Központ által szervezett Szádana programhoz. A Szádana jelenti mindazon törekvések és lépések csomagját, amit teszünk ezen a spirituális úton. Beletartozik a testgyakorlás, a légzőgyakorlatok és a meditáció napi szintű gyakorlása. És sok minden szüretelhető ebből a gyakorlásból, ha az ember hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással végzi. Megszakítás nélkül, hiszen a folytonosság egy nagyon fontos dolog, ha valamiben eredményt szeretnénk elérni, hiszen nyelvet sem úgy tudunk hatékonyan tanulni, ha 3 hónapig minden nap foglalkozom vele, majd 2 hónapra abba hagyom, aztán megint elkezdem, és megint abba hagyom. Hosszú időn keresztül, hiszen a dolgok valódi eszenciája csak így mutatkozik meg, csak így nyerhető ki. Hittel és odaadással könnyen megérezhető, hogy ennélkül bármilyen cselekvésünk tulajdonképpen egy lelketlen robottá válik. És van még egy fontos dolog, ugyanúgy, ahol ha meg akarok tanulni zongorázni, akkor elmegyek egy zongoratanárhoz. Ha meg akarok tanulni egy nyelvet, akkor elmegyek az adott nyelv ismerőjéhez. Ugyanígy ezen az úton is elengedhetetlen egy tanító jelenléte, aki előttünk jár, és akitől el tudjuk fogadni a tanítást. Tehát elkezdtem a gyakorlásomat, gyakoroltam naponta X időt, aztán valahogy azt éreztem, hogy nagy a kontraszt. Mert amikor a jóga szőnyegemen vagyok, akkor egy ilyen áhítatos állapotba kerülök, és vannak olyan pillanatok, amikor mondjuk otthon sárkánykodom, és ezt kicsit valahogy össze kell gyúrnom. Ezért megpróbáltam kicsit kiterjeszteni ezt, megpróbáltam tudatosabban jelen lenni a napjaimba, az emberekhez, figyeltem magam, hogy ki milyen érzést vált ki belőlem, miért váltja ki azt az érzést. Be tudom-e vinni, tudom-e élni ezt a férjemmel, tudom-e élni ezt a 2 kisgyerekemmel, tudom-e élni Ági nénivel a vegyesboltban, vagy a hajléktalannal, aki a kezét nyújtja felém, amikor állok a piros lámpánál. És hát ez bizony nem könnyű feladat sokszor. 3 dolog van, ami nekem nagy segítséget nyújt ilyenkor. Az első a tanítom Omkára. A második az alázat gyakorlása, annak a beemelése, hogy senki nem több vagy kevesebb, és mindenkitől tudok tanulni. A harmadik pedig az elégedettség, ami semmi esetre sem jelenti az életbe való belesüppedést vagy tétlenséget. Sokkal inkább késztet arra, hogy a szememet ne a múlton vagy a jövőn tartsam, hanem a jelen pillanatra, a jelen helyzetemre fókuszáljak.
hiszen a közvetlen környezetünk, az adott helyzetünk nagyon fontos felismerések táptalaja, amennyiben félre tudom tenni az egómat. És egyre inkább azt érzem, hogy nem az életemben van a jóga, hanem a jógában van az élet. Köszönöm szépen. Om Namah Shivaya.